Jó reggelt Vietnám tesókáim! Hát mi a helyzet van? Innen jelentkezek a határából, az MTZ mellől. És igen, jól olvastátok a címet, Keeper még nem szenved eléggé, most elkapjuk a tökét, azt csavarunk rajt egyet. Mert ő úgy gondolja, hogy nem elég nehéz az 1 milliárd eurós kihívási újlakon. Még egy picit nehezíteni fogunk, nagyon gyorsan eldorálom nektek, hogy mit találtam ki, hogy a következő résztől mi változik gyakorlatilag. Egy olyan, olyan dolgot találtam ki, ami olyan szinten megváltoztatja az egész játékélményt, és teljesen összetetté és még összeszedettebbé kell válnunk ahhoz, hogy pénzt termeljünk, hogyha ez bekerül a játékba a következő résztől, pedig nem olyan nagy dolognak tűnik. Nézzetek jobbra fel az órára, ezután pontosan ilyen ütembe fog telni folyamatosan ez idő, nekem semmilyen beleszólási jogom nem lehet, nem pörgethetek bele az időbe, és nem is állíthatom meg az időt. Ö, arra gondoltok, hogy igazából hát ez miért annyira vá mit változtat meg a játékba? Egy. Soroljuk fel, hogy miket. Egy Változni fognak a nappalok, és az éjszakák, az éjszakákba se pörgethettek bele. Tehát lesznek olyan munkák, amiket például éjszaka nem igazán érdemes végezni például fádvágni valószínű éjszaka az Erdőben nem egy kifizetődő, a másik dolog az, hogy lehet, hogy inkább a telepen kéne tevékenykedni esténként éjszaka, ahol van közvilágítás, nem a földeken, persze van a traktorokon is világítás, de ugye sokkal nehezebb lesz ugye a munkánk. Ö meg még ráadásul, ugye, hogyha pörgetjük az időt, vagyis hogyha így folyamatosan múlik az idő, akkor tényleg hozzá kell igazodnunk ennek a ritmusához. Tehát úgy kell beosztanunk a munkánkat. A másik dolog az, hogy gyakrabban fog ö, változni az időjárás. Lehet, hogy kik fogunk több napnyi esőt, amikor nem tudunk más csinálni, csak esetleg olyan munkákat, amit enged az eső. Akkor A másik hátulütője is, ami sokkal érdekesebbé teszi a játékot, az, hogy folyamatosan fognak változni az árak. Nem az van, hogy megállítom az időt és behordok végtelen mennyiségű ö, anyagot, hanem megállás nélkül változnak fognak az árak, ugye, a, amiért vesz, veszik a, például a terményeket, és ezt folyamatosan nekünk figyelni kell, nem tudunk ezzel ö, trükközni. Akkor az is ö, nagy kihívás lesz ezután, hogy például úgy kell -e elvetnünk mondjuk egy területet, hogy az Lehetőleg minél gyorsabban egyszerre legyen elverve, mert nem úgy fog működni a játék, mint ahogy általában mindenki farming szimulátorozik, hogy elvet egy területet, ö, utána belepörget az időbe. Bram, 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 120-as pörgetés, utána meg learatja, utána megint el, megállítja az időt, ugye, az aratás idejére, utána megint elveti, utána büm-büm, megint belepörgeti. Gyakorlatilag másról nem szól sokaknak azért a farming szimulátor, mert ö, nincs benne ez az ütem. És igen. Például lesz értelme az állattartásnak, mert ugye például ö, megállás nélkül kell nekik kaját adni, ö, megállás nélkül lehet kinyerni belőlük a dolgokat, mint az olyat, mint például a tej. Ö, lesz értelme az olyan épületeknek, amit, amik például pénzt termelnek, ugye mert folyamatosan menni fog az idő, viszont ugye ö, bizonyos dolgoknak meg fog nőni a költsége. Úgyhogy teljesen, teljesen nagyon... Ö, 180, 180 fokos fordulatot fog venni ezzel a kis változtatással a Farming Simulator 15 sorozatunk. Én úgy gondolom, hogy ez tényleg nagyon ö, érdekessé fogja tenni, nagyon változatosá fogja tenni az egészet mert folyamatosan kalkulálnunk kell az idővel, az árakkal, mikor van reggel, mikor van éjszaka, mit, mit érdemes csinálni, mik, milyen idő van, esik az eső, nem esik az eső, hol látunk normálisan, az állatoknak adjunk aját, mindent ugye kell elvégeznünk ahhoz, hogy hogy gyakorlatilag együtt tudjunk élni ezzel a nehezítő körülménye, hogy folyamatosan megy az idő. és egy dolog még, lehet, hogy azt arra gondoltok, hogy hát akkor már az elszáradásot is kapcsoljon be, azt nem akarom bekapcsolni, mert annyira nem akarom magam megszivatni, meg igazából akkor ö... magunkat is szivatjuk meg, meg olyan dolgokat se akarok belerakni a játékba, amik elrontják gyakorlatilag a a szórakoztatási értékét ennek az egész sorozatnak értitek, hogy magát... olyan szinte nem akarom megszivatni magam, hogy például háromszor tárcsázunk egy földet, azért mert elszáradt rajta cucc, és akkor mondhatni, hogy unalmasabb lesz akkor a, a dolog. Viszont, szeretnének megkérni benneteket, hogyha gondoljátok, akkor írjatok ötleteket, hogy a következő résztől még milyen dolgokat tudnánk belerakni ami még egy kicsit feldobná ezt az egész sorozatot. Most nem modokra gondolok, nem járművekre gondolok, mert azok úgyis folyamatosan fognak bekerülni, hanem olyan dolgokra, olyan ötletekre, mint például ez, hogy ugye folyamatosan megy az idő, és ez emiatt teljesen megváltozik az egész játékmechanika, teljesen, mert nem az van, hogy igazából megcsinálunk mindent úgy, hogy áll az idő, azt utána, amikor revetettünk, akkor belpörgetünk, azt megint learatunk, hanem teljesen full az egész, felborul. Az egész az időjárástól és a napszakok váltakozásától fog függeni az, hogy éppen mit dolgozunk, meg hogyan. Úgyhogy írjatok, bármi ötletetek van, akkor hogy mivel, mivel lehetne még feldobni ezt az egészet, ö, mivel lehetne még érdekesebbé tenni. Na, Ennyit akartam mondani, nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattátok a mondanómat. Kíváncsi vagyok, kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mit gondoltok erről az egészről. Én szerintem ez marha nagy ötlet, és nem magamat akarom fényezni, hanem tényleg így, így ez, ez a kihívás, ez még inkább, még inkább életszerű lesz. Na, köszönöm szépen a figyelmet, feltettem ezt a videót, és akkor várom a... Három az ötleteket, természetesen ezt a dolgot most, ahogy itt ö, felvettük, nem mentem el, úgyhogy ugyanannan fogjuk folytatni, mint ahol abba hagytuk az előző részbe. Szavaztak!